Az én falum csodaszép, csupa virág, csupa rét. Átszeli egy nagy patak, a patakba kis halak. Kéményt hordoz minden ház, minden házon betalálsz. A falu eredetileg a Céklás patak mellett állott, ekkora falut még Pesélynek néven ismerte a világ. Első írott említése 1332-ből való. Erdős mező egyaránt adatot, de mindezek mit sem érnek, ha nincs elég víz az embernek. Ezért azt beszélik a faluban, hogy valószínűleg a víz volt az oka, hogy átköltözött a falu a mai helyére. És még viccesen meg is tolja az egyik atyafi, hogyha a csíkiak el tudták költöztetni a bank épületét, akkor mi miért ne tudtuk volna egy egész falut? Azért jöttünk ide, hogy ezt az új emlékművet megáldjuk, megszenteljük, felavassuk. A régi helyét tölti be, mert hogy ez egy kőből készült műemlék, emlékmű, és hát tovább fogja hirdetni azt, amiért állítottuk, hogy itt volt valamikor a régi falu, amelyet elődeink elköltöztettek a mostani helyére. Mi vagyunk a falu. Ezek kövek, szimbólumok, de mi alkossuk ezt a szimbólumot. Ez az egy csillag, a 12 csillagból a nemzetiség, mi a nemzetiség. Szentelje meg ezt az emlékművet az Atya, a Fiú és a Szentlélek, hogy akik az Úr Jézusra gondolva meghajolnak és imádkoznak ezen emlékmű kereszt előtt, testi, lelki erőt és üdvösséget nyerjenek Krisztus a mi Urunk által.